fú, öcsémgyerekek, gyerekek, olyan akcióval jövök nektek, ezt nem lehet kihagyni. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit a Hello Show YouTube csatornáján. Ma a mai videó, mint hogy a címből is láthattátok, a Xiaomi mi Watch Light óráról lesz Ez most csak egy bemutató, és persze az videó végén viszont kaptok tőlem egy olyan kihagyhatatlan ajánlatot, egy olyan visszautasíthatatlan ajánlatot, amit itt a karácsony, és, és egyszerűen nem fogjátok ezt így kihagyni. De vágjuk is akkor bele a Mi Watch Light Mi Vacs Light, Light Bemutatójának. Először is köszi a Xiaomi Shopnak, hogy újra rendelkezésünkre állított egy terméket, bár ez nem az ő választásuk volt, hanem a miénk, mert nettek szeretnénk kedveskedni karácsonyra egy nagyon jó ár érték arányú kis órával. Ugye nálam sokféle óra megfordult a BIP-től kezdve a Halo hát nem sok márka, csak a Jupinon lehet vásárolni, és persze a Mi Band 6, ugye ez nem óra, ez karkötő, a többi az mind óra volt, és a nagy kedvencem volt mindig is, a bip csak hát ez tönkre ment, az akkumulátora egy napot sem bír már ki, a régi 90 nap helyett, amit egyszer kihoztam belőle. Na, de tényleg vissza mi vagy lájtra, hogy miért ilyen fontos, a Xiaomi shop kapunk egy nagyon jó kis kupon füzetet vásárláskor, ezt használni, itt vannak ilyen különböző helyekre, akciók, mindenféle érdemes ezeket átböngészni, mert nagyon 150 ezer forint értékben ajándék kapunk. Lássuk is a mi vagy csort. hát nagyon még nem volt kibontva, úgyhogy ez teljesen autentikus bemutató lesz számomra is, mert még én is nagyon nézegettem körbe és is lehet dobni itt a mocskot. Kapunk a csomagolásban egy használati útmutatót, magyar nyelvűt, szerencsére, és itt van a garancia és az jótállási jegy is az órához. Teljesen magyar nyelvű, nagyon szépen kivitelezett még a laikusok számára is. Mind a két oldalt így van, hogy kell beüzemelni, stb. stb és ott kell majd letöltenünk QR kód alapján a Xiaomi Wear vagy a Xiaomi Wear Lite ugye az iOS, -e, iOS használóknak való verzió, tehát azzal működik, nem pedig a Mi Fit-tel mert ez teljesen Xiaomi termék ugye az MS Fit, a Huami gyártású termékek, nem Xiaomi termékek ugye csak az a Xiaomi, ami rá van írva, hogy Xiaomi mint például a Mi Watch Lite Egyébként ez egy Redmi modellből lett globálosított óra, ugye a Redmi Watch, és itt van egy Redmi VT02, ugye amit tudnunk kell róla. Nagyon szép, gyönyörű doboza van egyébként, és itt az óra, hát ebbe semmi se nem van benne, és itt találjuk meg az órát benne, a csomagolásba, mindjárt is megnézzük, aztán hogyan is kell kibontani? Á, ah, itt van egy kis jelecske rajta, hogy erre az oldalról érdemes felbontani, mit lesznek benne a további eszközök. És valóban itt van a töltője. És itt van hozzá még egy azi hosszú, soknyelvű használati útmutató. Ugye ebben már nincsen magyar, nem magyar, azt külön megkapjuk a Xiaomi Shop webáruháztól, mert ők hivatalos viszont eladók. És ennyi van a dobozban. Na lássuk akkor, hogy mi micsoda. Gyorsan túlesünk a töltőn, ez egy sima USB kábel, sima telefontöltőbe bedugod, és rápattintod magát az órát nem a mágneses, hanem fizikailag bele kell nyomni, de mindjárt is megmutatom. Nézzük is az órát hát még nem lett kibontva, Designed by Xiaomi, persze, a Redmi óra Designed by Xiaomi. Hát ez nem kis feladat volt, így elsőre így kibontani az órát. Tehát akkor nézzük is az órát körbe, Egy szilikon szíja van, ami cserélhető, ami pontosan nincs meghatározva, de megpróbálom itt, itt lemérni. Hát 12-szer 7 és fél centi a szígynak a hossza. Tehát így meg tudod mérni, hogy magannak milyen hogy fér rá a színyak a szélessége. Ez pontosan 20 mm. Úgyhogy majd cserélhető lesz. Ilyen nagyon finom szilikonból van, és itt a hátulján látható az érzékelők, a pulzus érzékelés maga az órának EMI logóval ellátva a kijelzője ebbe is kapcsolom, tehát 1,4 col képáltójú, TFT LCD képernyőről van szó, felbontás az 320x320 pixel, tehát egy teljesen négyzet alakú, egy szabályos négyzet alakú, háttérvilágítása is 350 nit. Na gyorsan feltelepítem azért a, az órának az alkalmazását, hogy azért meg tudjuk nézni, hogy hogy néz ki a színe fekete, fehéren semmit nem látunk belőle. És meg is a párosítása, hát te is gyorsan egy óralapot, ami épp a karácsonyhoz fűződik, tehát visszatérve a törőnságaira, a képernyő fényereje, az maximum 350 nit, ami tökéletesen megfelel, még napfényben is, de ezt majd a tesztnél ez majd ki fog derülni. Ugye a tesztet majd később fogom megcsinálni, most csak egy kis bemutató lesz. A képenyőre visszatérve még van, értéke van, hogy az NTSC 60%-át tudja, tehát a szín visszaadása nem a legtökéletesebb ennek az órának, és betekintési szöge azért úgy egészen megfelelő, tehát bárhogy van a kezünkön, akkor át tudunk nézni bárhonnan, úgyhogy fantasztikus. Maga az órába kétféle ö, háromtengelyes három érzékelő, van gyorsulás mérő és a gyroszkóp, mind a kettő három tengelyes, tehát három XYZ tengelyben ö, tud mozgást követni. Az akkumulátor az 230 milliamp óra, ami nagyjából 9 nap működési időt ö, ad, tehát gyárilag kilenc napot tud. Sportmódok közül 11-et tud, nem nagyon sok mindent, ez kültéri futás, futópad, szabadtéri kerékpározás, szobabiciklizés, szabad gyakorlatok, tehát sima torna, séta, túrázás, terepfutás, medencében, te fedett pályás úszás és nyílt vízi úszás után még krikettet is tud. Indiában a krikett, ami nagyon menő, tehát nálunk nem. Kínában a pingpong, de hát uh, semmi órákból is az első volt a miben 6, amely tudta, ugye nekünk az asztali teniszt, ami nekem nagyon fontos, mert én asztali teniszek. Uh, monitorozást tud, légzésfigyeléset, légzés uh, segítést tud, Értesítése tud megjeleníteni a telefonról, az szinte mindent tud. És itt a látszik, itt vannak a workoutok, -ok, tehát a sportmódok, és itt lehet kiválasztani. Maga a menü elég érdekes, hát light órához képest, ugye nem folyamatosan gurul, hanem csak átvált a következő kettő, ott a kriket, kriket, kriket. Na szóval, igen, ott jártuk értesítéseket is, mert hogy az a telefonról érkező Bluetooth-on keresztül, Bluetooth 5.0-át tud a kicsike, és ezen, ezen felül tudja az időjárást, és mi mutattuk ott, ha balra tekergettünk, ott tud időjárást, egészen jó idő van nálunk, 8 fok decemberhez képest, azért nem semmi. Van zseblámpa funkciója, azt viszont visszamegyünk a menübe, felhúzzuk, és ott egy zseblámpa, annyit tesz, hogy a képernyő világít. Tehát világít a képernyő, ennyit tud. De ezen felül tud zene vezér, hogyha a telefonunkon megy a zene, tehát be van kapcsolva a telefonon a, a zene alkalmazás, akkor és szól a zene, mondjuk egy másik bluetooth eszközre, egy hangszórón megy, akkor viszont tudjuk vezérelni a zenét, hogyha szeretnénk Ilyeneket is tud. Hát lighthoz képest azért, euh, ja, tehát egy light óráról van szó, tehát egy euh, tudásban csökkentett óráról van szó, viszont ahhoz képest, euh, hogyha mondjuk a, valaki szereti a szögletes órákat, itt az oldalán az egyetlen gombja van, ezt még elfelejtettem mondani, más semmi, a BIP után kerestem is mindig egy ilyen órát, és tessék, ugyan itt van, bár csak bipről leveszem a bumpert, és itt a két óra, ugye a bip az le van merülve, nem tudom bemutatni, szinte pontosan ugyanakkora, mint az MS Fit BIP első verziója, de majd a következő videóban össze fogjuk ezt is hasonlítani. De attól függetlenül, hogy lájtóráról van szó, egy dolgot még tud, a tud GPS. Tud GPS, RGPS és GLONASS műholdakkal kapcsolatot felvenni, így hogyha mondjuk kültéri sportolásra visszük el az órát, akkor nem kell hozzá a telefon, fel tudja is ö, jegyezni, hogy merre jártunk, és a később, hogyha a Xiaomi vér alkalmazásban akarjuk nézni, hogy hol jártunk, akkor ott meg tudjuk nézni, ott a workouts hogyha futottunk egyet, de nem voltunk mostanában futni. Ugye a tesztelésem nem vagyok túl, most mondottam én is ki, éltem először látok ilyen órát, úgyhogy ezután következik a teszt. A töltőjére visszatérve, mint mondtam, a töltő csatlakozója az órának ott van alul, az a két fémes pötty, ezt kell ide becsatlakoztatni, nagyon egyszerűen ráteszik az órát a Töltőre és bepattintjuk a helyére. És kész ennyi. Van dugva, akkor neki át tölteni. A töltési idő nagyjából 2 óra, amivel ugye, ha úgy használjuk, hogy csak óráként használjuk a készüléket fesett az órát, ne, órának használjuk az órát, aha, oké. Okay. Ha csak órának használják el, egy 9 napig, 7-9 napig, de ezt is le fogom tesztelni, de hogyha mondjuk sportoláshoz használod, vagy GPS használsz rajta, akkor az lecsökkenhet 10 órára pont ennyi tud, kész. De mondom, mond, mondom, a tesztet várjátok meg, amivel kb. hétfőn fog jelentkezni, és akkor mindenről be tudok számolni. Na szóval, hogy mitől is light ez az óra, Hát igen, azért, mert TFT kijelzője van, LCD nem amoledet kapott, mint a drágább testvér, persze, azért van jó ára egy ilyen órának, mert ilyen egyéb Olcsó részekből áll, nem drágákból, és ezért van ilyen jó ára. És hogy milyen jó ára van, térjünk is vissza, mint a videó elején is mondtam, hogy mivel fog nektek készülni. Ugye a Xiaomi shopon uh, láttam meg, hogy karácsonyra, igen kéne egy, egy, egy jó óra, egy óra, mert ugye nekem a Halo van, olyan amilyen, de és az nem Xiaomi. Na most születes óra, fán vagyok, és ezért kerestem ki mondjuk a, a Mi Vacs Light-ot, de lehet, hogy a is megvárom majd, még nem tudom. És ott kérdeztem rá, hogy mi van ezzel, mert nem volt nekik készlete. Mondták, hogy oh, jaj van készleten, egy kis bakit befigyeltek, semmi gond, de megbeszéltem velük, hogy ez a fekete, ami rajtam van. Ebből egy darabot tudtak adni, de viszont van egynél szebb, a Navi Blue, a kék. Ó, anyám, azt is láttam ott helyszínen, nagyon-nagyon gyönyörű. És mi történt ezügyben? Megláttam, hogy az ára mennyi lett, 20 ezer forint általában az óra mindenhol, és náluk 15.990 lement most karácsonyra. Úgyhogy most nagyon bele kell húzni, mert a készet elég lehet venni, ha jól tudom, van vagy 300 darab nekik. És sürgősen rá kell kattintani a vásárlás gomor, mert ha elfogy, akkor nem lesz DE! DE! És most jön a DE! Hogy mivel elhoztam az órát, akkor én kértem rá egy kupon még nektek karácsonyra ami december, aztán január 5-ig felhasználható a Xiaomi Shop .hu webáruházban, hogyha veszel egy Xiaomi mi vagy Light órát Navi Blue színbe, tehát a kék színben, ami most 15.990, még 5% kedvezényt kapsz rá, hogyha ezt a kódot, amit itt látsz a képernyő alján, beírod. Csak nektek, csak tőlünk, csak karácsonyra, úgyhogy használjátok ki, nagyon olcsó ez az, az óra, és ennél nem is értem, hogy mi is, is vennék másik órát, hogyha azt mondanám most, hogy karácsonyra majd magamnak, vagy valaki másnak akarok egy jó kis Xiaomi órát venni, ami mondjuk az értesítéseket lehet rajta látni, tud mindenféle hiper, szuper dolgot. Nincs jobb választás jelenleg a piacon. Más boltokba is 20 vagy 22 ezer forintba kerülnek ezek az órák. Úgyhogy most ez egy hihetetlen akció, és visszautasíthatatlan ajánlat ez tőlünk. Úgyhogy Linket megtaláljátok lent a leírásban, a kuponkorot is ott, oda is leírjuk, hogy csak ki kelljen másolni, és ne, a videóból kell mindig megnézegetni, hogy mi is volt az, de mondjuk a HX Lite. <laughs> ne egy elfelejthető kis szócska, úgyhogy karácsonyra gyerünk, nyomjátok meg a vásárlás gombot, és vegyétek, vigyétek, mert az jó nektek, meg jó nekünk is. Köszönöm szépen, hogy ezt a videót! A következő verzióban a teljes teszttel fogunk érkezni. Most egész hétvégén használni fogom, megnézem, hogy mennyit bír az akkumulátora. Ez most egy, lesz egy, három, négy nap, abból majd úgy is kiderül. Minden be fogok rajta állítani, minden értesítés rajtam lesz állandóan, alvás is fogja majd mérni, majd megyek még edzése is, bár mondjuk pingpongot nem tud menni, de az egy általános tornát bekapcsolok rajta, hát ha mutat valamit és majd összenézem majd a Mi Band 6 karkötővel, hogy melyiket érdemes megvenni hogyha most még nem tudtad eldönteni, hogy Mi Band 6 vagy Mi Watch Lite remélem hétfőn erre is tudok neked majd választ adni bocsi a hangomért, hogyha észrevetted mert sajnos egy, egy durva megfázásból most jövök ki még a fizimiskám még éppen, hogy össze tudtam rakni egy videó erejéig, úgyhogy de most már gyógyulok, minden rendben van. Úgyhogy indul a teszt, hétfőn találkozunk. Köszönöm szépen, sziasztok! Ja, és! Ha, ha Iratkozzá fel a csatornánkra, nyom meg a csengő gombot, mert különben nem fogsz az új videóról értesítést kapni. Megint köszi szépen, sziasztok!